És akkor jó hangulatban folytatjuk a délelőtt ünnepi adását, mert hogy Hulitka Róbert atya a vendégem, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké ember. Mosolygósan viccelődtünk, hogy hát miért nem hozott magával Mikulás sapkát Robi atya. remélem, hogy erre is kapunk majd magyarázatot a beszélgetésben, de a viccet félretéve ugorjunk vissza, akkor gyermekkora karácsonyaiba volt -e esetleg emlékezetes azok között emlékezetes ünnep? Nekem kisgyermekkoromban azok a karácsonyok voltak emlékezetesek, amikor nem csupán a szűk családi kör ünnepelhetett együtt, hanem úgymond az unoka nővéremék, vagy a unokatestvéremék is Kereszt testvérek stb. együtt karácsonyozhattunk, és ez egy ilyen tényleg nagyobb méretű, de mégis családi körben megünnepelt karácsonyok voltak. Miért volt ez annyira emlékezetes ilyenkor, gondolom, közös játékok voltak például a gyerekek között? Igen, abból a szempontból is emlékezetes volt, hogy együtt nyilván más, mint hogyha csak ugommal játszottam volna, de abból a szempontból is, hogy a családnak az együtté tartozása az, az ajándékozásban is úgy összekötött bennünket. Illetve én úgy emlékszem, hogy ezekről készültek videófelvételek is. Most már nem tudom megmondani, hogy hol vannak ezek a felvételek. Viszont úgy emlékszem, hogy mindig kérték tőlem, hogy ilyen karácsonyi versikét mondjak. Tehát, hogy azzal kicsikét próbáljam a hangulatot emelni, megész meg kisgyermekként, tehát ez egy ilyen öt, öt, öt éves lehettem körülbelül. Hogyan zajlottak akkor a szentesték? Azt gondolom szűkebb családi körben történt. Igen, igen, az uh, szűkebb körben. Alapvetően ugye a palócvidéknek a sajátosságaihoz hozzátartozik, amit ugye um, őriztünk mi is, hogy uh, a vacsora az uh, tulajdonképpen az egésznapi böjtöt tulajdonképpen zárja. Karácsony böjtjében ugyanis nem fogyasztottunk húst, illetve délelőtt nem volt szabad semmit enni, úgyhogy amikor délelőtt raktuk föl a szaloncukrot, akkor mindig sovárogva néztem, hogy jaj, hát ebből nem lehet most egyáltalán enni, és... A hagyományos étkezési rendje is volt ennek, tehát hogy az elején nyilván a bűnbánatnak a szimbólumaként ugye fokhagymát fogyasztottunk, ami tulajdonképpen ugye a palóc hagyományban a gonosz tartására szolgált, tehát ezek a Hogyha látunk ilyen képeket, hogy fokhagyma füzérek vannak, ezek tulajdonképpen ilyen népi háttérinformációból információból erednek aztán tulajdonképpen a ostjának a fogyasztásával, a mézes ostjának a fogyasztásával folytatódott, ami nyilván nem pótolja a szentáldozást, de ez megint csak a liturgiába való átemelés. és a szentgyónás után ugye szentáldozáshoz járulunk, és akkor utána költöttük el a húsvéti, vagy húsvéti, a karácsonyi év vacsorát, ami általában gombás, tehát szepés káposzta, tehát nem ilyen, mit tudom én, milyen nagy ételek, mint mostanában szoktak lenni, hogy halászlé, meg ilyesmik, illetve volt még egy olyan sajátos mozzanat, ami még bennem megmaradt a, a vacsorával kapcsolatban, hogy fogyasztottunk közösen egy almát, amelyre úgy tudom, ez a hagyomány most is megvan, amelyre, hogyha visszaemlékezünk, és ne talán eltévedtünk volna valahol, akkor ő, újra hazatalálunk. Na, igen. Bocsánat, hogy szólok, ez nálunk is mind a mai napig tartjuk ezt a hagyományt, hogy ahányan körbeüljük a karácsonyi asztalt, annyi cikre vágjuk ezt a karácsonyi almát, vagy hát ilyenkor egy ilyen legszebb, legpirosabb almát szoktuk általában elfogyasztani. Eddig csak ámultam és bámultam itt a karácsonyi ételeket hallgatva, de ez akkor egy olyan szokás talán, amit többen is Magyarország mondjuk más vidékein is tartanak. Igen, szerintem ez általánosan jellemző más vidékeken is, illetve tulajdonképpen ez is az együvé tartozásnak az egyik szimbóluma. Úgy gondolom, hogy a karácsony ünnepe az, amely a, a szekularizáció, tehát a világnak a, az Istentől való eltávolodása ellenére bizonyos hagyományaiban őzi azokat az őseredeti kereszténységből fakadó hagyományokat, amelyek például mondjuk egy-egy gasztronómiai, szimbólumban, tehát egy ételben is megfogalmazhatóak. Amit talán még elfelejtettem, hogy ennek nem tudom, hogy van-e ugyan keresztény gyökere, de hogy diót is választottunk, illetve hogy a diónak a, az egészségessége, vagy a, bélnek az egészség, a dió belének az egészségessége jelzi, hogy milyenek leszünk a, az év folyamán. Nyilván nekem a dióval kapcsolatban ugye, tehát a, inkább az ajándékozás, illetve hát az jut eszembe, hogy aranydió esetleg lehet a fán is. Nézzük meg akkor most, ha már az ételekről beszéltünk, azért bizonyára voltak mondjuk emlékezetes ajándékok is Robi atya gyermekkorában. Emlékszik ezekre? Mert itt adás előtt elkaptam egy fél mondatot, Péterrel beszélgetett, és egy nyuszinak a történetére lennék különösen kíváncsi. Igen, most Hát most a márkáját nem mondom neki, mert az már termék megjelenítés de, de egy, úgy emlékszem, hogy a, az utolsó olyan ajándék, amiről azt mondták mamám még, hogy az tényleg ilyen játék lesz, és utána már inkább ilyen komolyabb ajándékokat kaptam, hogy pulóver, meg zokni, meg ilyenek, ezek a standard ajándékok, vagy könyvek, az egy nyuszi volt, egy dobolós nyuszi, tehát kellett be és akkor így forgott is. Most nem hoztam be ezt a nyuszit, nem is tudom, hogy hol van pontosan. De. Hogyan változtak ezek a karácsonyi történetek? Mert azért gyermekkorban van egy pont általában mindannyiunk életébe, amikor az ajándékokról tényleg áttevődik a hangsúlya a karácsony tényleges, lényegi üzenetére. Robi atyánál hogyan volt ez, vagy vagy mikor fordult át tényleg itt a, a karácsony Igaz, igazsága felé? Szerintem akkor fordult át, amikor nagyon aktívan elkezdtem minisztrálni. Úgy értve, hogy nagyon aktívan, hogy az atyán valaki ott volt nálunk, tulajdonképpen minden szentmisére elmentem vele. Tehát nem csak a Máternek Zagyvarónának a szentmiséjére, hanem a többi filiáknak a karácsonyozásában is részt vettem akkor fordult szerintem át először, hogy, hogy nem csak úgymond a, az ajándékozás, meg egész este játszunk az új játékokkal, meg együtt vagyunk, hanem tulajdonképpen a, az estének a jó része, mondjuk így papként is, az tulajdonképpen az emberek között, tehát az ünneplések folyamatában zajlik most is, és ez ott valahol már elkezdődött számomra, hogy minisztránsként is mentünk az egyik templomba, ott is nagyon gyönyörű karácsonyi díszítések, következő templomban is, és ott jobban tudok, jobban tudok fókuszálni, most is úgy gondolom, hogy abban az esetben, hogyha nem a külsőségek ragadják meg a figyelmemet, hanem maga az ünnep liturgikus háttere, illetve egyáltalán a Szent Mise. Na Hogyan lehet akkor erre jobban odafigyelni, vagy mi hétköznapi hívő emberek hogyan tudjuk ezt jobban megélni, hogy itt a, a külsőségek, amik, amik körülvesznek ilyenkor minket, vagy már szinte novembertől elkezdődik az, hogy mindenhol a karácsonyi fények, a, mindenhol a zajándékvásárlásról szól a, a karácsony, már mint a világ es sugalja, azért az adventi időszak az mondjuk segít bennünket, most ha nagyon rövid volt ez az advent, de hát hogyan forduljunk akkor tényleg egy kicsit az elcsöndesedés felé, vagy hogy a karácsony igazi, igaz, igazi volt felé, hogyan kellene erre jobban odafigyelnünk? Úgy gondolom a készület is hangsúlyos, tehát az adventi időszaknak a megfelelő készülete, de ilyen hiánypótlóként lett összeállítva egy ilyen adventi válogatásom, adventi CD, amely pont azért ö, hangsúlyos, hogy a, a karácsony időszakra valóban karácsonyi hangulat, karácsonyi szimbólumok, karácsonyi énekek, karácsonyi, úgymond karácsonyi háttér tevődjön oda. Úgy gondolom, hogy amikor meghalljuk a a Jingle már mondjuk novembernek a végén, vagy egész decemberben végig megy a mennyből az angyal, akkor teljesen ki tud üresedni ugyanaz az ének, aminek egyébként a helye 24-től, tehát 24-én éjféltől, ugye január 6-áig volt. Hát elveszti a varázsát végül is, hogyha nem a megfelelő időben halljuk meg ezeket a dalokat végül is. Igen, tulajdonképpen csak háttérzenévé válik tulajdonképpen, nem a szövegre, nem a tulajdonképpen tartalmára figyelünk, vagy arra, hogy az adventi időszak épp a várakozásról szól, hogy még az új Jézus nincs velünk, de karácsonykor viszont megérkezik. Tehát a készület nagyon hangsúlyos szerintem, az adventi készület, ami viszont még ö, szerintem szintén hangsúlyos, hogy a karácsonynak a szelleméhez, tehát hogy a, a, karácsony megünnepléséhez, ehhez az ajándékozáshoz valóban a születésnapi ajándékot tudjuk elfogadni. Tehát igazából mindannyian meg vagyunk ajándékozva, de a legnagyobb ajándék az nem a karácsonyfa alatt van, vagyis hogyha van Betlehem alatt, akkor igen, de a legnagyobb ajándék a számunkra Krisztus, aki ebbe a világba lépett, az atya ajándéka nekünk embereknek. Hogy erre tudjunk fókuszálni, erre tudjunk figyelni. Igen, itt megint eszembe jutott egy ilyen saját vonatkozású történet, hogy nálunk szokás, hogy az ajándékokat a földre szoktuk tenni, a karácsonyfa pedig mindig egy kis asztalon áll, és közvetlenül a karácsonyfa alatt tényleg egy, egy kis Jézus szobor kap helyet, és hogy tényleg ő legyen a a leg, legnagyobb ajándék, vagy ő a kiemelt ajándék, úgyhogy nálunk erre odafigyel mindig édesanyám. Aztán, ha egy kicsit tovább megyünk Robi atya karácsonyaiba, akkor hogy, hogy zajlottak például a szemináriumi karácsonyok, vagy már ugye papságának első éveiben a, a karácsonyok? A szeminárium idejében mindig vált, tehát hogy Egerben tanultam, tehát Váci Egyházmegyés kispapként az Egri Tudományi Főiskolán tanultunk, viszont a karácsonyokra a püspök mindig visszahívott bennünket Vácra, és gyakorlatilag ott közösen karácsonyozott az Egyházmegyének a, az összes kispapja. Hát um, Számomra van egy ilyen érdekes karácsony, ami úgy meglepett engem, hogy egyszer volt egy olyan karácsony, hogy a dr. Ber Miklós püspök atya behívott bennünket egy nagy szobába, és így sorba álltunk, hogy diakónusok, negyedévesek, harmadévesek, stb. És akkor be lehetett menni, és akkor mondta, hogy tulajdonképpen tele van ajándékkal a szoba, és mindenki válaszol egy ajándékot. És akkor én ott választottam magának egy mind a mai napig megvan egy ilyen gyapjú bekecset ami ott volt tulajdonképpen, de nyilván egyébként előttem annyiból szerencsés volt, voltak előttem ötödévesek, akik a hatputtonyos tokai a szút mindjárt elvitték az elején. Azt hittem, hogy ilyenkor szimbolikus ajándékokat kapnak, tehát mondjuk valami lelki könyvet, vagy valamiféle üzenetet, nem gondoltam, hogy Püspök atya mondjuk ilyenfajta tárgyi ajándékokkal lepte meg a kis papokat. Ilyen voltak könyvek is, tehát mindenféle ajándékkal lehetett ott találkozni. Tehát emlékszem, tényleg voltak könyvek is az ajándékok között. Úgy gondolom, hogy az ajándékozó szeretet viszont önmagában már egy szimbólum karácsony kapcsán. Tulajdonképpen, hogyha szimbolikusan akár egy ceruzát adunk egymásnak, annak is van szimbolikusan szeretet mi volt, a vagy ajándékozó mi volt a, és ez is egy olyan dolog, ami szintén akkor valósul meg, hogyha mögé tudunk nézni a konkrét ajándéknak. Tehát, hogy ez sokszor én szerintem elmarad, hogy egy-egy ajándékot kibontunk, meglátjuk, hogy milyen ajándék, és nem gondolunk bele, hogy a másik, akitől mondjuk ajándékba kaptuk, ő hogyan választotta, hogy jaj, hát mit lehet itt venni, vagy mit lehet ajándékozni. Szóval az ajándék mögé talán oda kell nekünk képzelni az ajándékozót is végül igen, is, igen, vagy igen. róla is kellene gondol gondolkodnunk egy kicsit. Tulajdonképpen igen. És amikor például mondjuk ezek a szemináriumi karácsonyok voltak, akkor ott is meghatározó volt az, hogy tényleg egymásra figyelünk, nem annyira az ajándékokra, vagy hogy mit adunk egymásnak, hanem hogy mik azok, amik tulajdonképpen a másik, másik kis paptásban megfogalmazódnak. És akkor végezetül pedig nézzük meg, hogy most hogyan tölti a karácsonyokat, Robi atya, milyenek a berceli karácsonyok. Hogyan próbálja ezt, a, ezt az üzenetet, amiről itt végül is beszélgetünk, ezt átadni a híveknek? Na, a berceli karácsonyoknál még két egyforma karácsonyom nem volt. Nagyon sok esetben ugye mivel filiák is tartoznak Bercelhez, ez számomra azt jelenti, hogy tulajdonképpen különböző közösségekben vagyok jelen, ahol szintén vannak általában betlehemi vagy karácsonyi színdarabok is, amik nyilván itt nem a monumentális színpadi adaptáción van a hangsúly, hanem sokkal inkább tényleg az, hogy meg ilyet tudjon nézni egy kisgyermek is emlékszem is, mikor színdarabokban játszottam, akkor számomra is az volt a lényeg, hogy bele tudjam élni magam a helyzetbe. És így telnek, hogy színdarab, szentmise, hogy kicsit beszélgetünk, akkor színdarab, szentmise, kicsit beszélgetünk, és akkor éjféli mise előtt is van egy színdarab, és akkor utána az éjféli szentmise, ami így ebben a formában úgy néz ki, mint hogyha milyen gyártósor lenne. Persze azért még én mindig a litovikus előírásoknak, meg az egyházi előírásoknak megfelelően teszem ezt meg, mert tudom, hogy vannak paptestvérek, akik tényleg ilyen gyártósoron hatot nem is éznek a nap, de az, az szerintem teljesen kiöli belőle az emberekre való odafigyelés lehetőségét, hogy beszélgessek például valakivel vagy hogy tényleg ott tudjak lenni végig a, a színdarabon, hogy ne csak így beessek, tehát hogy, tehát hogy fontosabb szerintem, hogy így megélni az egész ünnepet. Hát kívánom Robi atyának, hogy akkor élje meg tényleg karácsonynak a, a lényegét, és azért maradjon idő az elcsendesedésre is. Áldott békés karácsonyt kívánok, és köszönöm, hogy eljött hozzánk ide a délelőttbe. Én is köszönöm szépen, lehet.